Köszöntök mindenkit, jön a Horvátország-Norvégia mérkőzés az E-Euro 2020-ról. A mai játéknapot a D csoport mérkőzése indítja. Mintán tegnap a csehek megint elbuktak egy meccset, biztos nagyon valószínűvé vált, hogy Csehország nem fog tovább jutni, viszont a harmadik ugye még tovább juthat ebből a csoportból, úgyhogy azt a helyet kell megragadni mind a két csapatnak, de mind a két csapat nagyon jól kezdett. A norvégok 3-1-re verték Csehországot, Horvátország 2-1-re Angliát, államkezdésnek mondhatom mind a két csapatból. A norvégokat viszont érte egy úgymond sújtás, hiszen Holland az bemelegítő edzés közben megsérült, úgyhogy ő ma nem léphet pályára Horvátország ellen, úgyhogy a horvátok ebből előnyt is kovácsolhatnak. Himnuszok következnek. Norvégia, Horvátország, Glasgow-ból, Skóciából jön tehát az összecsapás. Eddig fél távnál három csapatnak van három pontja a csoportban, és hát amelyik csapat itt ma nyer, az tovább fog jutni. Valószínűsíthetően ott lesz majd a legjobb 16 között, úgyhogy nagy a tétje ennek a meccsnek. A meccs esélyese Horvátország, azt azért ki lehet mondani, de hát azért a norvégoktól láttuk, hogy mit tudnak nyújtani, viszont ahhoz tényleg kell egy Holland. Meglátjuk, nélküle is sikerül lehozni azt, amit mondjuk Csehország ellen sikerült. Livakovics véd, Vrusajko, Jedvaj, Vidaj, Strin is alkotják Zlatko Tadić védelmét, Ivan Rakitic és Marcelo Brozovic a középpályán, míg Ante Rebic, Luka Modric és Ivan Perisic előttük. Reggelől pedig majd Andrej Kramaric kezd. Ugye Kramaric és Perisic rúgták az angolok ellen a gólokat. A norvégoknál Järstein kezd a kapuban. Svensson, Nordtveit, Ayer és Linnes a védősora a norvégoknak. Ødegaard, Johansen, Mitsjö és Eljunuszi. Előttük legelől pedig Joshua King és Alexander Sørloth. King két gólpaszt is kiosztott. Sørloth csereként állt be azon a meccsen. Hát most Holland helyén ő kezdhet így. Tehát megkapja a bizalmat Lagerbecktől, míg ugye ott van az az Ødegaard, aki gólt lőtt a skótok elleni pótselejtezőn, illetve ugye akkor is Holland rúgta a norvégok második gólját, viszont ott van az Ødegaard, aki ugye gólt lőtt az előző meccsen, és Modric nagy léptekben indult meg, hoppá, Järstein. Kicsit beszorulnak itt az elején a norvégok, akiket pirosban láthatunk, feketében pedig Modricék, éppen a Real sztárja viszi tovább, Järstein nagy bravúrja. Jól indul a mérkőzés, iramosan, a mérkőzés pedig az angol Regis Graver vezeti. Modric. Kramaric. Kramaric nagy bomba, Kramaric kapufa! Mekkora lövés volt! És kín van a labda. Mekkora gólt lőtt volna Andrej Kramaric, hogyha ez bepattan a kapufáról. És bizony nem múlott sokon. Majdnem végig cikázott ott a gólvonalon. Végig gurult a gólvonalon a labda. És ott a bal felső sorokban nekünk Perisic jött emelik ki. Bizony az ő gólja döntött. Az sem akármilyen volt Anglia ellen. Ayer. Mitsjö, Eljunuszi. A következő fordulóban ugye Norvégia Angliával játszik. Ha mondjuk nem talán itt vereséget szenvednének a norvégok, akkor ugye ez bizony egy nagy döntő lehet, hogy kiusson tovább az angol-norvég, a horvátok pedig a csehekkel játszanak. Itt pedig a túloldalon az első norvég helyzet, Livakovic. Védte. Ugye Lovre Kalinic és Livakovic, akik most a horvát kapuban sokszor váltogatják egymást, Subasic utódját mindenféleképpen ugye meg kell találnia Dalicnak, és úgy néz ki, Livakovic személyében megtalálta. Szerintem a második meccsen is ő védhet. Modric adja be! Järstein. Nagy kérdés, hogy a horvátok képesek lesznek-e az EB-n is azt nyújtani, mint a VB-n. Nos, azt hiszem, hogy az angolok elleni nyitó meccs után valószínűsíthetően ki lehet azt jelenteni, hogy igen, de hát nyilván még korai azért itt. Viszont a maradék két norvégok és csehek elleni csoportmeccs papíron kötelező lenne Horvátországnak. Aztán, hogy mi lesz belőle, mit mutatnak a futballpályán, az egy teljesen másik kávéház. Kramaric. Jöhet ebből Rebic. Linesre vezeti rá, Rebic. Visszagúrítja. Ott a lövés. Rebic ez is kapufa, hihetetlen fejes. Fölé, mellé. Perisic fogja a fejét. Hát helyzet volt ez is, Ante Rebic kapufája. Szétforgácsolják a horvátok, eddig úgy néz ki ezt a
Norvég kapufát itt Glasgow-ban, Sörlót. Jedvaj. Brozovic. Perisic. Jó cselle, Perisic hozhatja most ezt a horvát válogatott. Perisic jól adna Kramaricnak. Kramaric nincs ellesen, Kramaric vissza, ott a gól helyzet, Modric! Jarstein védi ki. Nagyon nagy védés volt, Elyounoussi. Nagyon jó meccs eddig. Annak ellenére, hogy nincs gól, nagyon szórakoztató játékot nyújt a norvég, és főleg elsősorban a horvát csapat. A napnyitó meccsén Vrisajko! És rossz a beadás, Ayer. Hát Simen Vrisajko szépen ott elhúzott pár norvég védő mellett. Akár az Atletico jobb hátvédje, ha azt mondaná, elvállalta volna. Nagyobb eszély is kialakulhatott volna. King csöreként jött le két gólpasszal, ugye, a csehek ellen. Ödegaard és Holland fordították meg azt a meccset, aztán a végén még Hollandnak szerencséje is volt, amikor a kapufáról elé pattant, és úgy rúgta ugye a harmadikat. Perisic. Jól húzza Svensson mellett Ivan Perisic. Perisic. Ott a helyzet, Kramaric. Kramaric! Óriásit védett Jarstein. Hihetetlen mennyi helyzetet puskáznak el a horvátok. Rakitic. Modric kapásból. Lepatta. Modric ismétel. Kapufa megint. Hát ez hihetetlen. Ödegaard. És aztán végül Rakitic a reklámtáblába. 8-1 a lövések aránya Horvátországnak, és 3 kapufát rúgtak a horvátok. Jarstein pedig a többit kivétel, vagy éppen nem találta a kaput. A szomszédaink. Rebic. Linesz. Micje. Rakitic. Rebic. Vrsajko. 2 percet hosszabbít majd Graver. Rebic. Rebic, Vrsajko, Rebic kapja, Linesz, Rebic sarokkal, Elyounoussi. És itt a vége az első félidőnek, ahhoz képest, hogy 0-0 az EB egyik legjobb meccs a csoportkörből, hamarosan jövünk a folytatással. A horvátok gyakorlatilag lefociszták az első félidőben Norvégiát, 3 kapufa, 2 vagy 3 Jarstein védés, a többi pedig mellé vagy fölé ment. Óriási helyzetek voltak. Egyébként Jedvaj megsérült a horvátoknál. Egyébként tegyük hozzá, hogy azért a norvégoknak, hogyha visszagondolunk a csehek elleni meccsre, sokkal többet nem tettek azon a meccsen, mint ezen. Tehát ott is a második félidőben jött az első komolyabb helyzetük. Ott is az első félidőben egy lövésük volt most is, és utána megfordították és nyertek 3-1-re. Nos, most hátrányban sem kerültek. Most jól védekeznek azért a norvégok, úgyhogy most nem egy 0-1-jel, hanem 0-0-val mentek a szünetre. Tehát a horvátok ilyen rossz helyzet kihasználással nem fognak sokáig jutni. Rakitic, Modric, Kramaric, 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 nagy lövés, Jarstein megint! Szöglet Horvátországnak, nagyon nagy védés volt. Jelte szöglet, Rakitic. Piazza! Fejes Jarstein kezébe! Beállt Piazza szöglethez, és majdnem gólt fejelt. Rebic jött a helyre. Hát mondjuk középre ment ez a fejes, de most Jarstein a norvégok hőse eddig, most nem Holland. Micő! Micő! Szöglet. Hát most itt a döntetlen egyébként igazán érdekes és szorossá tenni a csoportot, meg az angoloknak jönne a legjobban. Tarik Elyounoussi váltotta Mohamed Elyounoussit, 2 Elyounoussi csere, itt pedig Livakovic véri ezt a fejest. Strinic, Perisic, Rakitic, Kramaric, Jaca. Micje. Ödegaard. Strinic fut érte, de nem éri már utol. Micje megy le, cserélnek a norvégok egyébként. Szelnász jött Micje helyére. Modric, Perisic. Strinic, újra Perisic. Modric. Kipasszolta az oldalvonalon túlra, úgyhogy dobhatnak majd a norvégok. Northwhite. Ayer.
Sörlót. King. King még mindig King nagy lövése. Jedvájról pattal le, itt a gólhelyzet, Sörlót vissza. Még egy lövés, Livakovic óriásit védett, Johansen lő. Itt a visszagurítás, és Johansen óriási helyzetet puskáztak el a norvégok. Csopjan Kramaric helyére, cserélnek a horvátok. Johansen. Rukatja a szögletet is. Szelnász messziről nagy fejes, és szép védés Livakovic-tól. A második félidőben feltámadtak a norvégok. Hiba most Livakovic-tól, King helyzetben, King jó csel, King még, King lövi el, és megint Livakovic véd nagyot. Szöglettel jött Norvégia, óriási helyzet volt megint. Perisic ment le, jött a helyre Kovácsics. És jött Johansen szöglete. Kifejelik, kipattanó még ott van. Ödegar. Ödegar. Lapos a King, Livakovic! Már megint mit védett? Hát most lehet eldönteni, hogy ki véd jobban ezen a meccsen. Járstein vagy Livakovic? Linus. Nordtveit. Szelnász. Johansen. Eljunussi. Sörlót befordul. Sörlót lő meg pattan! És ezt is fogja Livakovic. Elképesztő kapus teljesítmény. Szelnász. King. Sörlót. Kingnek vissza. Eljunussi. Nagy mentés Vidától. King még. Kovácsics. Brozovic. 81. perc. Eddig egyetlen egy 0-0 volt az EB-n, ugye az osztrák-izlandi meccs. Csop! Nordtveit. Modric. És ez pedig Járstejné. Svensson. Hiba Modric. Csop! Brozovic lőhet, Brozovic teker! Járstein. King. Ödegar. Kovácsics. Brozovic. Csop. Kovácsics. Svensson. 2 percet hosszabbít Graver. King. Hát Holland nélkül is képes egy pontra, úgy néz ki. Norvégia. Modric, sőt, biztos képes. Viszont itt nem Hollandon és nem is a csatárokon múlott, hanem a két kapuson, hogy itt nem lett ma gól. Tényleg nem tudom, hogy mikor van olyan meccs, amikor ennyi helyzet van és nem születik gól, de ez most egy ilyen volt. Horvátország-Norvégia 0-0, de valami elképesztően jó meccsen. Nehéz ezt így kijelenteni, hogy 0-0 és egy nagyon jó meccs, de azt kell mondjam, tényleg az volt, de majd az út a Wembley-be című műsorban értékelnek 13-8-as lövés arány után. Lett ez 0-0.